A délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvény a Szent István Római Katolikus Általános Iskola diákjainak közreműködésével, közös egyházi énekkel indult. Majd a szoborcsoport felújítási költségeit vállaló önkormányzat nevében dr. Kovács Zoltán polgármester szólt az egybegyűltekhez. Egyöntetű volt a képviselőtestület abban, hogy a Millennium évének egy újabb állomásaként ez a szoborcsoport is felújításra került. A Celi úti szoborcsoportot a rajta lévő felirat szerint Isten dicsőségére emeltette 1895-ben Pál Imre és neje Berki Anna. A Nepomuki Szent János és a Flórián szoborhoz hasonlóan ezt az alkotást is Varga Zoltán restaurálta. Az ünnepségen dr. Maier József apátkanonok elmondta, sokáig azt gondolták, a kompozíció Szent Istvánt és Gizellát, valamint gyermeküket Szent Imrét ábrázolja, de a felújításkor kiderült, hogy Pál Imre és Berki Anna saját védőszentjüket mintáztatták meg. Az ünnepség végén a szobor megáldása következett. A szoboravató a Katolikus Általános Iskola pedagógus kórusának énekével zárult. A szőlőtermesztést és a bortermelést közelebb hozni a városlakókhoz. Ez is célja volt az öreghegyi szüreti mulatságnak. A szőlőpréselés helybeni bemutatása, a mustkóstoltatás és a hordogburítás kipróbálása éppen e célt szolgálta a Maluntónál. Lássák azt, hogy tényleg, hogyha levesz a palackot egy polcról az áruházban, az nem csak arról szól, hogy na, megviszem, és hú, de jó volt, hanem érezze azt, hogy ezt a gazda megkapálta, megmetszette, látták azt, hogy hogyan préselik, hogyan készül, hogy miből lesz az a finom bor. Borászati kérdésekben az öreghegyi és somlói bortermelők, valamint a kertbarátkör tagjai adtak felvilágosítást a szüreti rendezvényen. A gazdák már hetek óta szüretelnek, az utóbbi napokban igyekezniük is kell, mivel az esős időjárás miatt a rothadás veszélye fenyegeti a szőlő ültetvényeket. Farkas Tiborék, kertjeik más termés büszkeségeit is elhozták a Malomtóhoz. Dísztökök, almák, körték vonzották a tekinteteket a préskép körül. A jó italok finom ételekkel együtt kínálnak teljes gasztronómiai élvezetet. A szüreti mulatságon készült pincepörkölt, halászlé és cicege is. A nótaszó emelte a hangulatfokot, és a felnőttek mellett a gyerekek is megtalálták a maguk számára legkedvesebb játékos elfoglaltságot. Lehetett ez akár ingyenes ugráló várazás, vagy éppen mézes kalácsforma készítés.